A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban foglalkozunk a közelgő táncünneppel, aztán megnézzünk egy látványos fodrászversenyt, de előtte ellátogatunk a Tarsói Ifjúságért Egyesülethez, ahol a Szent Kristóf ház gondozottjainak alkotásaiból nyílt kiállítás. Tartsanak velünk! A Szent Kristóf ház gondozottjainak előadása nyitotta meg az ő alkotásaikból nyílt tárlatot. A Tarsói Ifjúságért Egyesület bemutatkozó című kültéri kiállítás sorozata folytatódik általuk. Az egyesületünk egyik vezetőjének a feladata ez, a Róka Gyulának, és ő szokta mindig kitalálni, hogy ez a kevétrűnek milyen alkotások, a képekkel, információkat teljenek meg. Ő ugye a munkájába adódóan is sokat foglalkozik az ilyen gyerekekkel, fiatalokkal, a családsegítő központon keresztül, és így jött az ötlete. Volt már előtte is hasonló típusú kiállításunk, mint ami most látható a nagy közönség számára. A gyerekeknek lehetőséget adunk arra, hogy a nagy nyilvánosság elé kerüljenek azok a alkotások, azok a rajzok, amelyeket ők csinálnak. És ez nyilván nekik ez egy fontos dolog, és ezáltal mi, hogy ezzel mi ezt hozzájárulunk, ez nekünk is fontos. A Szent Kristóf ház számára meglepetés volt a felkérés. Magyar László intézményvezető a megnyitón elmondta, a vitrinek rajzai, tárgyai bemutatják, hogy mire képesek a gondozottak a mindennapokban. Több kiállításunk volt már az elmúlt akár 10 év alatt is, de ilyen még, hogy itt a főutca egyik beugrójába, ez egy meglepetés nekünk is. A Tarsai Egyesület részéről Róka Gyula barátunk keresett meg, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt különböző tevékenységekbe, és felkínálta ezt a lehetőséget. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen témakörben hozzunk ide alkotásokat. Hát most ezek kerültek ki. Azt gondolom, hogy vannak egyszerűbb rajzok, vannak kicsit bonyolultabb kézműves tevékenységek során előállított termék, de szerintem úgy körülbelül bemutatja azt, hogy mire vagyunk mi képesek így a mindennapokban. Általában az a jellemző, hogy 1-2 óránál többet folyamatosan ezt úgy nehéz oda koncentrálni kitartással, akár egy egyszerű rajz, vagy egy festés, vagy egy más tevékenység. Úgyhogy vannak olyan alkotások, amik napokig, vagy akár hetekig készülnek, de hát türelmesek vagyunk, és ők meg, ha szívesen csinálják, meg élvezik, akkor meg nagyon örülünk, hogy a végén aztán elkészül valami szép alkotás. Sok-sok dekoráció, használati tárgy, állatos rajz, húsvétot idéző munka látható a kiállításon. A fiatalok büszkék az alkotásaikra. Ezeket a mi csoportunk csinálta, a hármas csoport. Segített nekünk a Mini, és ő mutatta, hogy hogyan kell megrajzolni, meg hogyan kell festeni, minden. A kutyát azt én rajzoltam, én magam, és a színzésben, az ilyenekben kell egy kis segítség, mert
ugye az én kezem egy kicsit remeg, meg innen, de amúgy szeretek rajzolni, festeni, és a kutyát is én csináltam. Én rajzoltam azt a barna kutyát, azt a sötét barnát, azt én csináltam. Most szoktuk csinálni, hogy megnézzük, utána meg rajzolunk, utána színezünk. Papírból, akkor dugós alátétből, akkor rajzoltunk, akkor kertészkedni szoktunk. Gyöngyöt fűzni, sokat focizunk a sportcsarnokba. Lassziától függ, hogy menjünk el most, hát ilyen idő van, tudod, most süt a nap, meg most a csarnokban hideg van is, most nem megyünk, ha ő lesz, akkor vagyunk a csarnokban focizni. Én szoktam vizélni csapakapitány csarnokban. Van a te kis világod, és van az én kis világom. Néha találkozunk, és egymásra csodálkozunk. Nézd, pont olyan vagy, mint én, vagy éppen teljesen más. Tőled és tőlem szép színes a világ. A Szent Kristóf ház 40 gondozottjának művei a főutca 3 szám alatt, a Márvány udvar bejáratánál lévő kültéri vitrinekben tekinthetők meg. Április 29-én lesz a második fehérvári táncünnep. Erről fogunk most itt a stúdióban beszélgetni Barta Lászlóval. Szeretettel köszöntelek. Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves tévénézőket is. A titulusodat azért elmondom, a Székesfehérvári Táncművészek Szövetségének vagy az elnöke, úgyhogy most először erről beszélgessünk egy picit, hogy mi ez a Táncművészek Szövetsége, mikor alakult, mit lehet rólatok tudni? Hát a Székesfehérvári Táncművészek Szövetsége így a teljes név, de van egy rövidített nevünk is, ez a Táncművészek Szövetsége, és ez 2019. novemberi közepe tájékán volt az alakuló ülésünk, ahol Fehérvár olyan prominens klubjaival ültünk össze, akikkel úgy gondoltuk, ott pont akkoriban volt ugye a avatója a focipályánknak, ugye a Vidi pályának, és akkor, hogy annyira jól tudtunk együtt dolgozni, akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk egy közösséget kovácsolni ebből, ha már ott ilyen jól sikerült, és akkor a Megadance, a Free Spirit, a Phoenix, a Steppenstyle Táncstúdió, és nem táncstúdióként, de például a Terciós Tart Egyesület kiegészítve jött, és még egy-két magánszemély is, és így megalakulva jött létre ez a kis szövetség. Uh-huh. Mit lehet tudni a munkálataitokról? Mi az, amiben ti így együtt tudtok működni? Hát leginkább megpróbáljuk Székesfehérvár tánc életét bemutatni mindenki számára. Tehát nem tudom, hogy szabad-e ilyet kérdeznem, hogy tudod-e, hogy hány táncklub működik Fehérváron most jelen pillanatban? Hát megközelítőleg tudom, csak olyan 30 és igen. 40 között mondjuk. Igen, 39, tudom, hogy igen, 39 pontosan. Ezt általában olyan 10-12-re szokták tippelni általában az emberek, akik nem járatosak, de ha úgy tudom, hogy ugye neked is érdekeltséged van a táncben, igen, a gyermekeden keresztül. Tehát 39 olyan táncos csoport, iskola, műhely, egyesület, nevezzük nagyon sokféleképpen, működik itt Fehérváron, akikről nem is nagyon tudnak Fehérváron. És azt gondoltuk akkor, hogy ezt egy kicsit megsegítve, ezt egy kicsit támogatva, reklámozva, lehetőséget kapva akár tőletek is itt a Fehérvár TV-nél, hogy mutassuk be azokat, akik Fehérváron a tánccal foglalkoznak. Ugye van egy a sok amatőr, jó értelmevet amatőr tánccsoport mellett egy profi is, ugye a Fehérvári Balett Színház, akit ki kell emelnünk. Ugye ő, mint egyedüli prominens profi társulat működik most Fehérváron, de emellett ugye ők is benne vannak ebben a 39-ben, akik a táncpalettát lefedik, de a további 38 az mind olyan, aki akár mondjuk az Alba Régia, aki 75 éves lesz jövőre, tehát nagyon-nagyon kiemelhető csoportról van szó, de olyanok is vannak, akik csak pár éve vannak itt, vagy akár mondjuk 10-20 éve itt vannak, és mondjuk nem is tudunk róluk. Uh-huh. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert amikor
Most, hogyha a gyerekeket külön veszük a felnőttektől, akkor amikor a gyerekeknek próbálunk valami szabadidős elfoglaltságot, sportot, mozgásformát találni, akkor olyan nehezen indul el az ember, hogy hova. És hogy ezért ez nagyon jó, hogy ti tudtok ebben segíteni, és a felnőttekről is beszélhetünk, ugye, mert azért vannak olyan felnőttek, akik vágynak arra, hogy esetleg munka után egy kicsit vagy megtanuljanak táncolni, vagy kikapcsolódjanak, vagy ne adj Isten valakire később jön rá az, hogy szerepelni szeretne. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy ilyen lehetőségek vannak. Egy picit mondj nekem erről, kérlek néhány szót, hogy a gyerekeknek milyen lehetőségeik vannak, a felnőtteknek. Azt nem gondolom, hogy mondjuk a balettszínházba lehet csak úgy bekapcsolódni, de ki tudja. Hát csak úgy nem lehet, bár volt már azért már precedens, hogy a fehérvári táncosok bekerültek ugye a fehérvári balettszínház repertoáriába, és táncolhattak ebben. Többek közt én is például a Római Súriában Capulet apa szerepét táncolhattam az Attila felkérésére. De ahogy kérdezted, a gyerekek és a felnőttek, igen, nagyon sok csoport főként gyerekekkel foglalkozik, érthető módon. Az ő mozgásuk egy kicsit jobban előtérbe van hozva, de ahogy te is említetted, a felnőttek tánc igénye is nagyon nagy. És a sport, mint olyan, kevésbé motiváló egy kerékpáros edzés, vagy lemenni a konditerembe és monoton dolgozni valamit, bár a tánc is valahol egy kicsit monoton, hogyha az ember profi szinten csinálja. De azt gondolom, hogy a zene miatt, a közösség miatt, a tánc miensége miatt a tánc igen vonzó tud lenni akár fiatalnak, akár idősebb korosztálynak. Tényleg azt gondolom, hogy Fehérváron 4 éves kortól körülbelül, tehát én azt gondolom, körülbelül onnantól kezdve tanítanak Fehérváron táncot mindenféle stílusban. És hát szenior csoportok, tehát a néptáncban abszolút bevet, hogy szenior csoportok vannak, sőt, talán ott van a legtöbb ilyen szempontból. De ott van a szenior örömtáncos csoport. Igen, a szenior, ők három csoport is van, ők együtt dolgoznak, de ők három különálló helyen próbálnak amúgy, de most is például erre a táncünnepre ők is jönnek, talán a felvonulásra is eljönnek velünk, ha minden jól megy, és ők is ugye a szenior korosztályt képviselik, és magát a mozgást. Ugye a tánc az egyfajta terápia is. Zeneterápia, mozgásterápia, úgy minden benne van. Tehát amit nem tud elmondani a szó, azt mondja ott el a test. A tánc, igen, ott kezdődik ugye a maga a tánc, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon erős és nagyon jó közösség van itt Fehérváron, és hál' Istennek a önkormányzat és az élén Cserpalkovics András polgármester úrral egy nagyon támogató önkormányzat, és nagyon-nagyon örültek 2019-ben, amikor mi felvetettük, hogy ez a lehetőség elinduljon. Ugye ahhoz, hogy megalakíthassuk és a székesfehérvári nevet beletehessük, ugye az például az önkormányzat engedélye kellett, tehát az ő tudtuk nélkül ezt nem is tehettük volna meg, de abszolút partnerként vannak ebben, és például a második fehérvári táncünnepet is támogatóként és fővédnökként a polgármester úr támogatja is. Uh-huh. Akkor beszéljünk egy picit erről a programról, de még azért ne siessünk ennyire előre, hogy a mostaniról beszélünk, mert hogy azért tavaly volt már egy ilyen nagyszabású rendezvény, én magam is ott voltam a gyerkőcömmel, és hát azt láttam, hogy tényleg egy ilyen örömtánc volt, ott tényleg mindenki igen. Táncra perdült, ugye felmehettek a színpadra, és ott is előadhatták a kis performanszukat. Akkor ez hogy sikerült? Milyen volt az első tapasztalat? Nagyon jó volt a visszhang, nagyon sokan voltak. Ugye megpróbáltunk ebben az évben is az előző évnek a mintájára dolgozni. Ez konkrétan úgy fog történni ebben az évben is, ahogy az első évben is történt, hogy ez napot elkezdjük egy felvonulással. A felvonulásról elmegyünk a Magyar Király szálló elé, ott egy flashmobbal megpróbáljuk egy kicsit a hangulatot megteremteni. Felolvassuk a táncvilágnapi gondolatokat, ugye ahogy a színház világnapján vagy a zenevilágnak napján mindig van egy-egy olyan világban neves táncos koreográfus, aki a gondolatait megosztja, és azt elküldik szerte a világ minden egyes szegmensébe. Ezt felolvassuk. Talán ott egy picit egyesével is megpróbáljuk megmutatni a táncklubokat, egy ilyen fél perc, egy perc erejéig a saját kis táncstílusukban. Utána átmegyünk a Köfél Művelődési Házba, és ott úgy folytatjuk, hogy lesz egy táncválasztó nevezetű program, ami kifejezetten ebben az évben is arról szól, hogy
hogy a különböző táncstílusokat egy ilyen táncház keretén belül, egy ilyen tánctanítás keretén belül megismerhesse az, aki szeretné. Ennek a programja még nem került ki, ez még ugye a várat magára a jelentkezők alapján, hogy ki vállalja, ki nem vállalja, mert nagyon sokan versenyen vannak itt, ott vannak mégis a táncvilágnapja. Tehát azért pont egy olyan program, amikor mi is szeretnénk, mert mindenhol más is szeretne programot szervezni, és ott egy ilyen kis táncházat lehet majd megtapasztalni. Ez 11 és délután 2:30 között. Majd 3 órától kezdődik a beszélgetés a táncról. Ez egy fantázia név, de aki a táncos berkékben mozog, az tudja, hogy Lukainos beszélgetés a táncról, ez az első olyan írásos emlék, ami a tánc történetről egyáltalán fönnmarad. És ebből gondoltuk, hogy ezt a címet próbáljuk majd adni hozzá, hogy tényleg a legalapabb dolgoktól megyünk majd a jövő felé, és mindenféle témában érintjük majd a táncot, ahol csak lehet. Ugye tavaly 8 különböző egyszerű témában, ami a tánc körül vesz, tehát hogy a táncos életpálya, a táncos külcsíny, táncos egészsége, és még ezen kívül 5 téma volt, és ebben az évben viszont egy témát választottunk, ez pedig a teljesítmény és szorgalom. Teljesítménypszichológia, sportpszichológia, dr. Lénárt Ágot a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, sport és pszichológia tanszékvezető docens, egyetemi docense fog előadást tartani, egy kicsit ilyen interaktívabb előadást, majd hozzáérkezik egy fehérvári szakpszichológus, sportszakpszichológus, igen, nem táncos nem vagyok, én sem tudok feltétlenül beszélni. Ezen kívül Lakatos János, a Táncművészeti Egyetem egyik tanára fog érkezni, ő volt tornásportoló, ő edzette azokat az amerikaiakat, akik a nagy amerikai válogatott volt, amikor még a román edző ment ki hozzájuk. Tehát ő neki egy ilyen tornászmúlttal, sportmúlttal, illetve Rónai András, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa fog érkezni még hozzánk, ő is tornászmúlttal rendelkezik. Tehát a sport, a tánc, a teljesítmény kényszer, egyáltalán a sportoló, a tanár, a szülő szemszögéből, tehát ott ez a színházteremben lesz, és ott szerintem érdekes meghallgatni először Ágotának az előadását, majd 4 órától pedig közösen egy ilyen kötetlen beszélgetés, ahol esetleg a nézők is kérdezhetnek majd tőlünk, ilyen moderált beszélgetésben, és aztán ez zárja a 10. Székesfehérvári Táncfesztivál. Ez a Terciós Tart Egyesület programja, amit közösen próbálunk most már szervezni, ez Bán Tíma indította el. Hát most ez a 10., de 11-2 évvel ezelőtt, tehát ugye a pandémia ezt is egy kicsit megtizedelte, és itt pedig Fehérvár táncosai próbálnak majd bemutatkozni mindenféle táncstílusban. Egy ilyen kis gálaest, egy ilyen ösztáncművészeti gálaestel próbáljuk zárni. Ez volt az első évben is, a tavalyi évben, és hát ez lesz ebben az évben is a program. És hát gondolom, hogy akkor ezen felbuzdulva, mert most már ez egy kibővített program, akkor a jövőre nézve is hasonlóan folytatódhat. Mindenképpen szeretnénk ezt a jövőben is, ebben az évben is szerettük volna még egy kicsit nagyobbra, de hát ugye a gazdasági helyzet ezt se engedte meg, hogy nagy színpaddal a városban felvonulva, abszolút támogató önkormányzat áll mögöttünk, és a lehetőségeket mindenben megpróbálják megadni, ahogy azt az ő lehetőségeik is engedik. De mindenképpen az az iránymutatás, hogy ezt bővítjük, építjük, mind a 39 csoportot megpróbáljuk belevonni, természetesen nem mindenki tagja, nem is biztos, hogy mindenki szeretne tagja lenni ennek az egésznek, de mi azt gondoljuk, hogy mindentől függetlenül be kell mutatni mindenkit, minden egyéb folyamánya nélkül, tehát mindenkinek ugyanúgy lehetőséget kell adni. Tehát ez talán a szövetségünk mottója is, ennek a 4-5 klubnak, aki alapította, ez volt az elképzelése, hogy minket ismernek, akkor ismerjék másokat is, mert minél többen ismerik a táncot, annál többen fogják megismerni a mi klubunkat, a másik klubot, és táncszerető közönségé válhatnak, és ez mindannyiunknak jó. Uh-huh. És akkor itt a beszélgetésünk végén azért mondjuk el, hogy mi is itt a Fehérvár Televízióban szeretnénk bemutatni ezeket a tánccsoportokat, amennyit lehet, amennyien vállalják, hiszen van egy ilyen megállapodás közöttünk, hogy a jövőben ugye egy-egy alkalommal egy-egy tánccsoportnak a vezetője el fog jönni hozzánk, és mesélhet erről. Ezt hogy fogják tudni a nézők látni, megtapasztalni? Gondolom, hogy nagy segítség lesz abban, hogy ők is ez alapján válasszanak majd táncot. Igen, ez egy nagyon jó, köszönöm, hogy ezzel zártad így a mondatot, mert pont ezzel szerettem volna én is kezdeni, hogy táncot választani kell, és ahhoz viszont meg kell tudni ismerni a táncokat, ahhoz viszont nem tud mindenki mindenhova elmenni.
És ez egy nagyon nagy lehetőség, és nagyon szépen köszönjük a Fehérvár TV-nek, hogy ebben partnerek leszünk és lehetünk, mert nagyon sokan vannak, akik nagyon érdekes dolgokat művelnek, nagyon sok olyan klubot tudnék mondani, mindenkiről egy csomó dolgot el tudnék mondani, hogy ki miért jó, ki miért több, másabb, stb. De hát mindenkinek olyan értékeik vannak, amit nagyon, nagyon jó lenne bemutatni. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a helyről, ahol vannak, kicsit a tanárokról, kicsit a diákokról, kicsit a táncstílusról, mert talán ez a négyes fogja adni azt, amivel aztán be tudjuk mutatni az összes olyan tánc iskolát, stúdiót, klubot, egyesületet, együttest, mindenkinek más a megnevezése, de hát egy célunk van, az meg a tánc szeretete, úgyhogy nagyon szépen, tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetőséget kapunk, és hát bízunk benne, hogy minél többet fognak megtapasztalni abból, amit a tánc szeretete ad nekünk már évtizedek óta. Hát akkor ebben neked köszönjük a közreműködést, hozzá nekünk minél több tánc egyesületet, szervezetet, és hát a nézőknek meg azt kívánjuk, hogy majd akkor ezekből a műsorokból jó kis tánc stílusokat tudjanak ellesni, és tapasztalatot szerezzenek, és hát menjenek és mozogjanak ők is. De mielőtt még befejeznénk a műsort, akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor és hol lesz a második fehérvári táncünnep. Igen, a második fehérvári táncünnep, Székesfehérvár, április 29. Táncvilágnapja, ez nagyon fontos, aznap van a táncvilágnapja, és kezdünk a belvárosban, az Országalmától fogunk sétálni majd a Magyar Királyszállóig, majd átvonulunk közösen ki autóval, ki hogy, a Köfén művelődési házba, és 11 órától este 9-ig ott mindenféle programot fogunk prezentálni az érdeklődőknek, és szerintem egy igen, igen izgalmas műsornak lehetnek majd szem és fültanúi a odaérkezők. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát máskor is halljunk rólatok. Nagyon szépen köszönöm én is. Köszönöm. A pandémia miatt néhány év kimaradt, nemrégiben azonban újra versenyezhettek az Árpádban a fodrászok és a kozmetikusok. Több számban és több kategóriában próbálhatták ki magukat a résztvevők. Modellek és alkotók készülődnek a tükrökkel ellátott asztalokhoz az Árpád Technikumban. Több mint 100-an érkeztek az ország egész területéről, hogy megmérettessék fodrász és kozmetikus tudásukat. Ez a negyedik Árpád kupa, amit most rendezünk meg. Sajnos a Covid időszak alatt nem tudtuk ezt a versenyt megrendezni, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy idén végre újra sikerült. Ez egy országos fodrász és kozmetikus verseny. Középiskolás tanulók jelentkezhettek erre a versenyre, kettő kategóriában versenyeznek. Az egyik kategória 11-12. Évfolyam, ugye a technikumi képzésben, és a 13-14. Évfolyam, ugye ők pedig már hát részben tanulói jogviszonyos képzésben, részben pedig felnőtt képzésben résztvevő tanulók. Az iskolának ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a kreativitását meg tudjuk mutatni. Ugye lévén, hogy mi egy kreatív technikum címet is viselünk, igaz, hogy az ugye nem a kreatív ágazathoz tartozik a szépészeti képzés, de gyönyörű kreatív alkotások születnek ilyenkor mindig. Ugye a mostani verseny az a természetesség szemben a misztikum és a varázslat világával, tehát itt mindenféle gyönyörű hajköltemények és sminkek fognak születni, ebben biztos vagyok. Az idei téma szerint tehát a természetesség és a varázslat állt szemben egymással. Ennek megfelelően kellett elkészíteni a frizurát és a sminket. Eléggé szoros volt a határidőnk, de ugye ma négy számban indulok, marcellvízhullámban, vonaltechnikás hajvágásban, látvány, illetve szabadstílusokonyban fogok majd indulni. Melyik az, amelyik a legközelebb áll hozzád, melyik az, amiben a leginkább meg tudod mutatni magad, és hát hogyan lehet készülni egyébként erre a megmérettetésre? Szívem csücske, 9. óta a kontyozás. Az alkalmi kontyokat nagyon-nagyon szeretem. Rengeteg gyakorlás kell hozzá, és alázat kell ehhez a szakmához, szóval, hogy tényleg alárendeljük magunknak ennek, hogy szinte 24 órában kontyot fésülünk, vágunk, ha nem is vagyunk, csak válaszoljukat csinunk, szóval rengeteg gyakorlás rutin tesz igazából a szakmai tudás szerintem. Ugye mondtad, hogy a konty az, ami a legközelebb áll hozzád. Hogyan tudsz egy-egy kontyra készülni? Tehát, hogy fejben megvan már egy fantázia, vagy esetleg veszel ötleteket is másoktól? Ezért jók egyébként ezek a versenyek, mert minél több versenyen vagyunk, minél többet látunk, és ebből is tud az ember később építkezni. Hát ugye először ugye a kiírás, itt ugye a rejtély a kiírásunk, és ugye az ember elkezd gondolkodni, hogy rejtély neki mi fér bele, és akkor egy félig takart arc akár, egy szövés, egy fonás.
aktuálisan egy dísz egyenlően fel lehet dobni. Hát igazából a képzeletünk szab csak itt határt, hogy nekünk mi fér bele a képzeletbe. Az arcokon látható kreatív sminkeket és a hajakból készült új frizurákat, kontyokat többfős szakmai zsűri értékelte. A tagok többféle szempontból szemlélték az alkotásokat. Elsősorban ugye, hogy a témának megfelelően el tudják-e a lányok készíteni, ami megvan adva. Például az első egy alkalmi smink, de egy természetes vonal, és azt szeretnénk, hogy kihozzák az arcból a saját természetességét, tehát hogy nem csak úgy egy sminket feltesznek, hanem annak a modellnek az arcához képest egy megfelelő, szép, kidolgozott smink legyen. Nyilván a részleteket, alapozása, hogy satíroznak. Tehát mindent fogunk nézni, de úgy a témának megfelelően kell dolgozni. Most ugye 2023 van, ebben az évben esetleg változott-e az, hogyan kell természetes hatást kelteni, vagy hogyan lehet úgy sminkelni, hogy tényleg az ember szinte észrevétlenül, de mégis egy gyönyörű arcot lásson? Szerintem alapjában nem, mert ezek az alapszabályok, tehát amit mi a sminknél figyelembe veszünk, az muszáj, hogy az megvalósuljon, az változott a 23-ban, hogy miképpen a színbe, a trendek azok, de az most nekünk ez nem fog kelleni. A második smink ilyen fantáziás smink lesz, ott pedig eleresztetik a fantáziájukat, ott egy kicsit, tehát ott már szabadabban dolgozhatnak, de ott is ugye azt kell néznünk, hogy dolgozzák el, de itt szerintem most a 23-as trendek nem fognak számítani. A kozmetikus diákok alkalmi és fantázias sminkeket készítettek, a fodrász tanulók tudását pedig a zsűri egyhossz hajvágásban, Marcel Vízhullám látványkony készítésében, szabad stílusú fodrászatban értékelte. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.